8 héten át biztosít nyári napközis ellátást az önkormányzata a 6 és 16 év közötti diákoknak. A zalaegerszegi gyermekek 5 napos turnusokban az Apácai Művelődési Központban tölthetik a szünidő nagy részét. A táborozókat sokszínű programmal várják, sportolhatnak játszóházi és kézműves foglalkozásokon, illetve tájfutáson és erdei kirándulásokon vehetnek részt. Az étkezőt ebben a zsibongóban rendezték be. Az ebéd utáni siestát követően a fiatalok a kézműves foglalkozáson alkottak, illetve csocsóztak és pingpongoztak. Ugyanakkor a táborban szerzett más élményeikről is beszámoltak. Az ebéd nagyon jó, és szerintem nagyon odafigyelnek ránk, meg ugye mindig vigyáznak ránk, mikor kimegyünk sétálni, vagy futunk játékok közben is sokat figyelnek ránk. Kedden csütörtökön megyünk akvaparkba, pénteken moziba, és itt pénteken, aki nem megy moziba, az még itt is van filmvetítés. Hétfőnként kimegyünk a Bóbitára, vagy túrázni megyünk. Megyünk túrázni, hogyha esik az eső, akkor itt bent feladatok vannak, hétfőnként jönnek játszani is. Szoktunk mindig játszani, és van kézműves foglalkozás is. Szoktunk még csocsózni is, de szoktunk a tornateremben is lenni. 6 hete járok itt, és nagyon jól meg szoktunk játszani, meg fonni, meg színezni, meg hintázni, meg focizni a fiúkkal. Különböző szociális háttérből, különböző iskolákból érkeznek ide a gyerekek. Más az érdeklődési körük, így a táborvezetőnek és azoknak, akik itt segítenek a tábor lebonyolításában, kollégáknak, pedagógusoknak, az a feladatuk leginkább, hogy minél változatosabb programokat rakjunk össze a gyerekeknek. Ebben természetesen irányvonalat ad nekünk a tábor főszervezői, a keresztülő MK dolgozói, de mi tanárok az egyedi ötleteinket is be tudjuk ilyenkor hozni. A napi térítési díj 1460 forint, de a nehéz körülmények között élő családok jelentős kedvezményt kapnak. A szociálisan rászoruló, tehát a halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű gyerekeknek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekeknek van többnyire meghirdetve, viszont a teljes ellátással is igénybe vehető a tábor. Ez az önkormányzat nagyon komolyan hozzájárul anyagilag, 9,2 millió forintot biztosít a táboroztatásra, melyet a VMK programokra és az érkeztetésre fordít. A létszám turnusonként változik. Ezen a héten 104-en jöttek el az Apácaiba. Az augusztus 12-i zárásig új jelentkezőket is fogadnak.